kátyúk, tamponvita és szürke pályaudvar. Kormánypárti lapok az ellenzéki városokról. Kigyűjtöttük és összegyűjtöttük, hogy milyen cikkeket és milyen összegekkel hirdetett a kormány közeli MediaWorks Hungary ZRT 19 megyei hírportája március eleje óta. Összesítésünk szerint a Fidesz jelöltjeinek támogatására és az ellenfél lejáratására összesen másfél millió forintot költöttek a vidéki online lapok az elmúlt másfél hónapban a megfinanszírozott cikkek alapján úgy tűnik, hogy komoly problémák vannak ott, ahol ellenzékiek irányítják a városokat. Koszosok a pályaudvarok, gombák hemzsegnek a tömegközlekedésen, kátyúk égtelenkednek az utakon, és a bérfejlesztés is elmaradt. A vasmegyei vaol.hu például arról kérdezte olvasóit a Facebook oldalán, hogy milyen hasonlattal írnák le a baloldali városvezetésű szombathelyi útjainak állapotát. A válaszokat bemutató válogatást Balkánon lennénk? Kátyutcák városa? Kerékpárosoknak túlélő pálya? Címmel jelentették meg. A cikk szerint az olvasók Ementáli, Mad Max, a haragútja, Rázópad. Magyarós csoki hasonlatokkal írták le a szombathelyi utak állapotát. A cikre a Facebookon 25-30 ezer forintot költöttek. A Jász Nagykun Szolnok megyei szóljon.hu más témát tartott fontosnak ott a már menstruációs bugyikon is veszekszik a szolnoki ellenzék, című cikkre költötték a Facebookon a legtöbbet, 25-30 ezer forintot. A cikk bevezetője szerint menstruációs bugyival házalt Györfi Mihály, a DK szolnoki polgármester jelöltje. Erre megorolt az lmp s aspiráns, mert ők már korábban osztottak tamponokat. A baranya megyei bama.hu, csikkek, szemét, kosz, így fest a Pécsi Buszpályaudvar címmel jelentetett meg cikket. A lap beszámolója szerint, amennyiben a hangulatnak lenne színe, akkor a Pécsi Távolsági Buszpályaudvart legegyszerűbben szürkeként lehetne jellemezni. Mert a vidám tónusok tökéletes hiánya számos ponton tetten érhető. Ha pedig valakinek érkezőként az első élménye, akkor nem csoda, hogy hamar távozik is valamilyen irányba. A 19 portál közül a legtöbbet 285 ezer forintot a vasmegyei vaol.hu fordított hirdetésekre március 1 -e és április 10 -e között. A tolnai teol.hu 199 ezer, a baranyai bama.hu 180 ezer forintot költött. A békési beol.hu és a nógrádi nool.hu nem költött pénzt a cikkeik terjesztésére a Facebookon ebben az időszakban. A somogyi sonline.hu és a fehérmegyei feol.hu pedig nem politikai jellegű cikkeket hirdetett.